Üres utcák, egykor még üzemelő kisbolt, elhagyatott ingatlanok, ez Kalaznó, egy zsákfalu, ahol megközelítőleg 150-en élnek. A helyiek többsége idős és sok a külföldi, holland, illetve német nemzetiségű lakos. A falu különlegessége még az, hogy Tolna megyében ez az egyetlen olyan község, ahol nem regisztráltak koronavírus fertőzöttet. A helyiek szerint ez annak köszönhető, hogy minden előírást betartanak, és vigyáznak egymásra, csak a legszükségesebb esetben hagyják el a falut. Betartottuk a szabályokat, nem mentünk, és az égvilágon mindent megtettünk érte, hogy ne essünk bele. Van, aki megtesz mindent annak érdekében, hogy ne kapja el a koronavírust. De tartuk én tőle, hát csillámat, hát már egy éves vagyok, hát azért mindenki tartottul a koronavírustól, én szerintem, jobb, ha mindenki beutassa magát. Bátor Aladárné már közel 60 éve él Kalaznón. Az idős asszony azt mondja, összetartás jellemzi a helyi közösséget, vigyáznak egymásra. Igen, vigyázunk. Szomszéd a szomszédra, nem nagyon járunk, de valamit, ahogyan akkor észrevesszük. A Tolna megyei zsákfaluban már régóta nem üzemel bolt. A helyieknek két hetente van lehetőségük a falubusszal vásárolni menni. Postahivatal sincs, a küldeményeket mikrobusszal hozzák ki a posta munkatársai, és a feladott leveleket is ők viszik el. De minden hiányosság ellenére és a helyiek örömére koronavírus sincs a faluban.